Gépkocsi feltörésről tett bejelentést a rendőrségre egy kisújszállási lakos, miszerint aznapra viradóra az utcán parkoló gépkocsi ablakát ismeretlen betörte, de az autóból nem hiányzik semmi. A rendőrök az adatgyűjtés során elszámoltattak egy budapesti lakost, akit az éjszaka folyamán a helyszín közelében igazoltattak. A férfi nem volt ismeretlen számukra, mivel korábban három helyi boltból is lopott ami miatt aznap már gyanúsítottként kihallgatták. A 25 éves férfi elismerte a bűncselekményt, továbbá elmondta, hogy lopta a nála lévő kerékpárt, amivel éppen az utcán közlekedett, mikor elszámoltatták a rendőrök. A lezárt kétkerekű jármű lakhatját pedig egy másik feltört gépkocsiból eltulajdonított eszközzel távolította el. Abból a gépkocsiból 10.000 forint értékben vitt el különböző tárgyakat, melyeket a jogsértőnél megtaláltak és lefoglaltak. A nyomozók a férfi gyanúsítottként kihallgatták, ma dűrizetbe vételéről határoztak, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A karcagi rendőrkapitányság hat rendbeli lopás miatt folytat eljárást.